csodás programmal ünnepelték a jégpálya 50 évét. A szakadó eső ellenére is rengetegen éltek a szombati lobtalanítás lehetőségével. Lakossági fórumon a Kalosdezső utca lakói és problémáik. Márton nap történetét ismerhetjük meg történész segítségével. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, Dunaújváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. A helyi jegesportok legendáival, remek programokkal, lelkes szurkolókkal, valamint egy kiváló gála mérkőzéssel ünnepelték meg a Dunaújvárosi jégpálya 50. születésnapját most szombaton. Napra pontosan 50 esztendeje. 1973-ban avatták Dunaújvárosban az ország első szabványos vidéki műjégpályáját, és a jeles eseményt most egésznapos program sorozattal ünnepelték meg a jeges sportágak helyi képviselői. Az ünnepi programra egymás után érkeztek meg azok a volt játékosok, vezetők és támogatók, akik az elmúlt 50 évben meghatározói voltak a dunaújvárosi jeges életnek. Délután 4 órára már szinte teljesen megtelt a 2020-ban átadott épület, ahol vagy az elmúlt 50 évről berendezett kiállítást böngészték végig a látogatók, vagy egy-egy asztalt elfoglalva idézték fel egymás közt a jégpályán megélt élményeket. Délután 4:30-tól Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak elnöke köszöntötte nagy örömmel a jelenlevőket, és bízva abban, hogy mindenki remek élményekkel, jókedven távozik majd a nap végén. Én nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, mert ez azt jelenti, hogy valamit jól csináltunk. Tehát valami olyat csináltunk, amire nagyon sokan büszkék, és akik nagyon sokan nagyon nagy szeretettel emlékeznek vissza. Ez egy nagyon örömteli dolog. Eközben a jégpályán már nagyban melegítettek a délután 5 órakor kezdődő gálameccs főszereplői, a Dabdokler 2013-14-es bajnokcsapatának, illetve az Andersen Liga All-Star csapatának tagjai, akik egy remek találkozóval örvendeztették meg a jégcsarnokba kilátogató, a régi szurkolói nótákat is bőszen éneklő drukkereket. Rendkívül sokan vannak, akiket országos szinten is, sőt azért országhatáron túl is megismerhettek. Én azt gondolom, hogy Dunaújvárosnak több olyan sportága is volt, ahol tényleg a legjobb sportolókat kineveltük, és ez Dunaújvárosnak a levegőjében mindig benne volt, hogy itt igenis küzdeni kell, de a legnagyobb elismerést is megkapják azok a sportolók, akik itt szép teljesítmény mutatnak be. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok ezekre a sportemberekre, és bízom benne, hogy a ma este folyamán sokukkal találkozni is fogok. És hát nem volt nehéz találkozni ezen az ünnepségen mondjuk Kercsó Árpáddal, már csak azért sem, mert a Dunaújvárosi jégkorong szempontjából megkerülhetetlen személy, aki így emlékezett vissza a sikeres múltra. Ahogy elkezdtem velük dolgozni, ugye az én fél langyosságot nem szeretem, én azzal hittem benne, de én mondtam nekik, hogy megéri dolgozni, mert ügyesek lesztek, profik lesztek, stb. És közben ugye az 2-3 év után már tartottam nekik német, meg angol órát délután, olyan holt időben, hogyha profik lesznek, kell tudni a nyelveket. És a Szélig Árpi a múltkor mondta volt, valahol nyilatkozott, hogy amikor a fiát a Hall of Fame-be bevették, akkor vissza gondoltak, hogy én ezt mondtam, ők hallották, csak nem vették komolyan. 50 év mindenféle szempontból különleges. Ez az 50 év a város szempontjából is különleges, a jégkorong szempontjából pedig mindenképpen történelmi. És hogy kinek mit jelent ez az 50 év? Ezt frappánsan fogalmazta meg Bart Endre, humán alpolgármester. Kinek mit jelent ugye a jégkorong itt Dunaújvárosban, ki milyen pillanatra emlékszik, ki emlékszik az első bajnoki címre, ki emlékszik akár a tavalyi újpesteni rájátszásban lévő hangulata, és azt gondolom, hogy teljesen mindegy, mindenki kapjon el magának egy pillanatot, és érezze ezt magáinak, és azt gondolom, hogy pont ez az 50 évnek a lényege, hogy nem feltétlenül ugyanazokat a pillanatokat kell nekünk a legfontosabbnak megélni, hanem aki ez a jégkorunkhoz hozzá tartozik, csak mindenkinek jusson eszébe egy pillanat, már akkor ezt így megérte, de azt gondolom, hogy van mire büszkének lennünk. Most eltelt 50 év, visszatekintve rengeteg ma már legendával, legendás eseményekkel és eredményekkel. Valami hasonlót kívánunk a következő 50-re is.
Szombatra lomtalanítást hirdetett városunk önkormányzata, és két helyszínen is várták a feleslegessé vált lomokat. A kellemetlen időjárás ellenére is rengetegen éltek a lehetőséggel, és hordták a kidobásra szánt dolgaikat a lomtalanítási pontokra. Elképesztő mennyiségű személy gyűlt össze ismét. Több éve zajlik már lomtalanítás városunkban, és esetleg azt gondolhatná az ember, hogy lassan elfogynak az otthonokból, a pincékből, a garázsokból a már használaton kívüli eszközök és tárgyak. Nos, ez nem így van. Nagyon nem. A november 11-i városi lomtalanítás során két helyszínen, a Béke, illetve a római városrészben lehetett leadni a lomokat, és a szakadó eső ellenére folyamatosan érkeztek az emberek a rendkívüli lomtalanítást kihasználni. Rendkívüli, mert az ősz folyamán nem tudtuk a szokásoknak megfelelően a lomtalanítást elvégezni. A hulladéktörvény változása érdeke miatt nem sikerült ezt megoldani, ezt a helyzetet, de most már készen vagyunk. De azt gondoltuk, hogy akár november közepe van, akár mi idő van, meg kell csinálnunk össze legalább egy nagyot, hogy a legfontosabb lomokat el tudjuk vinni a lakásokból, és el tudjanak a pincékből. És most a legfontosabb lomokból ismét egy jó adag eltűnt a lakásokból, pincékből. Csak elektronikai hulladékból 26 tonna. Döbbenet mennyiség. Alapvetően az, hogy már talán egy fél éve már nem is gyűjtöttünk elektromos hulladékot, és azt gondolom, még a pincék tele vannak még, amit föl kéne hordani, mert a lakók nem tudják, hogy a tűzvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy a pincelőterekben nem lehet semmilyen éghető anyag. Ha belül éghető anyag van, az a saját dolga, de pincékből is ki kéne pakolni. A Békeváros részben is találkoztunk Orosz Csaba képviselővel munka közben, és ha már éppen a közügyekben tevékenykedett, gratuláltunk neki a nemrég átvett Széchenyi közügyekért elismeréséhez. Szerintem nekünk ez feladatunk, és ugye egyben a Környezetvédelmi Bizottságnak is vagyok az elnöke, és szerintem ma már nagyon fontos, hogy ne az erdőkbe, a rétekre kerüljen ez a rengeteg hulladék, hanem igenis szervezett módon bekerüljön a hulladék feldolgozóba, és végül ne a környezetünket szennyezze. A lakosságnak ezzel segítünk, hogy itt vagyunk, és akár szortírozzuk idősebbek, akik esetleg vagy nincs autójuk, nem tudják elhozni, azoknak segítünk utánfutóval, autóval, bejelentkezés alapján. Úgyhogy én azt gondolom, ha mögöttem látszik, hogy erre van igény, bízom benne, hogy ezt jövőre is fogjuk tudni folytatni. A szombati lomtalanításon mindkét helyszínre folyamatosan érkeztek a városlakók az autóikkal, jellemzően türelmesen várták ki sorukat, és szabadulhattak meg a lomjaiktól, amihez gyakorlatilag a teljes városvezetés a helyszínen és a gyakorlatban is tevékenyen segített. Pakolt, rakodott, segített, forgalmat irányított. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester szerint ezt így kell csinálni. Azon gondolkoztam idefelé jövet, hogy mennyire különleges, talán fogalmazhatjuk így, a Rajtújváros városvezetés és a Dunajvárosi lakosok kapcsolata, hiszen én magam is pont két forduló között vagyok, egy idős hölgynek segítek lehozni a nála levő elektromos hulladékot, és azt hiszem, hogy valahol valójában erről szól a politika, hogy a városlakokat szolgáljuk akár ilyen apróságokkal is, úgyhogy én nagyon köszönöm Mezei Zsolt alpolgármester társamnak, hogy ismét egy ennyire nagyszerű lomtalanítást szervezett a dunajvárosiaknak. És még valami. Mondjuk úgy, hogy az érem másik oldala. Sokaknak jelentett tényleg megnyugtató megoldást ez a lomtalanítás, és voltak többen is, akik ezt a maguk módján ki is fejezték. Egyik kedves házas pár odajött hozzánk, hogy hát hoztak nekünk forró kávét, hisz ebbe az esőbe látják, hogy pakolunk. Tehát tényleg ez azt hiszem, hogy még színesíti a programot, de volt, aki üdítőt hozott, vagy kérdezték, hozzanak-e pogácsát, de hát nyilván ebbe az esőbe ez nem annyira megoldható, de azt gondolom, hogy köszönet a lakosságnak is, hogy tényleg ennyire támogatóan áll hozzá a mai naphoz. És ezen a napon 486 köbméter szeméttől, lomtól szabadult meg a város, plusz 26 tonna elektronikai hulladék gyúlt össze. Tavasszal pedig folytatás következik, a tervek, illetve a városvezetés szándéka szerint a már megszokott korábbi rendszerben. Lakossági fórumra invitálta körzetének lakóit Szabó Zsolt alpolgármester, a 6-os választókerület önkormányzati képviselője. A téma a Kallós Dezső utcában élőket érintette.
A Kallós Dezső utca lakói gyűltek össze csütörtökön délután Szabó Zsolt alpolgármester önkormányzati képviselő meghívására a 35-ös kollégiumban. Az utca háztömbjeinek falain repedések jelentek meg, ezért minél előbb megoldást kell találni a problémára. Ezt beszélték át az önkormányzat szakembereinek jelenlétében. A Kallós Dezső utcai lakók aggódtak a lakóházaik biztonságáért, a repedések jelentek meg a házakon. Akkor abban maradtunk az előző fórumon, hogy az önkormányzat anyagi segítsége mellett készül egy szakértői vélemény arról, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy biztonságban érezhessék magukat a lakók a házaikban. Az önkormányzat által szavált, elkészült ez a szakvélemény, és ezt fogjuk most átbeszélni az önkormányzat szakembereivel, a közös képviselőkkel és legfontosabb részvevőként az utcában lakókkal. Bár a lakossági fórum elsődleges témája a Kallós Dezső utca épületeinek helyzete volt, Szabó Zsolt egyéb kérdéseket, ötleteket is szívesen fogadott a megjelent lakóktól az eseményen. Egy választókörzet képviselőjének lenni nem csak egy fantasztikus kihívás, hanem egy egész napos szolgálat az év minden napján. Én azt tapasztalom, hogy akárcsak amikor elmegyek bevásárolni, vagy éppen ebédelek, akkor a lakók nagyon sok kéréssel és hasznos tanáccsal segítik a munkámat, így remélem, hogy most is több ilyen el fog hangozni. Szabó Zsolt hangsúlyozta, a Dunajváros lakói bátran fordulhatnak hozzá várost érintő különböző ügyekkel kapcsolatban, és bízik benne, hogy a felmerülő kérdésekre kielégítő választ tud adni, és közösen megoldani az esetleges problémákat. A mártonnapi ételekről korábban már készítettünk egy összeállítást. Az ünnep megismeréséhez azonban vissza kell mennünk az időben, a távoli és egészen közeli múltba egyaránt. Ebben volt segítségünkre Kronász Margit történész. A november 11-i Mártonnap megismeréséhez fontos megtudnunk, hogy ki volt valójában Szent Márton. Röviden, Márton a római császár katonája volt, aki miután segített egy koldusnak, álmában találkozott Jézussal, és ezt követően Isten szolgálatába állt. És itt már bejönnek a képbe a libák is, ugyanis mikor püspökké akarták választani, ő ezt nem akarta. Elbújt a libák közé, akik viszont lebuktatták, és végül mégis püspökké választották. Ezt fejtette kis tábunknak Kronász Margit, az Interciza Múzeum történésze. Ő egy nagyon jóságos és alázatos ember volt, ezért püspökké szerették volna választani, viszont természetéből adódóan ő ezt el szerette volna kerülni, és a hagyomány úgy tartja, hogy a libák között bújt el az olban. Azonban a libák hangos gágogással és száncsapkodással felhívták rá a figyelmet, az emberek pedig így megtalálták és meg tudták választani püspöknek. 371-ben püspökké választották, és innentől kezdve haláláig azon volt, hogy a szegényeket, elesetteket segítse és őket támogassa. Tehát ő ez a Szent Márton, aki ennek a napnak a névadója, és ugye így kötődnek hozzá a libák. November 11-e egyébként a téli negyedév kezdő napja is, az adventi időszak előtt az utolsó nagy lakomáinak az ideje. Ekkor pihentek meg a mezőgazdaságban dolgozók, ilyenkor fizették ki a cselédeket is, illetve kóstolták meg az új bort. Említettem, hogy a téli évnegyednek a kezdőnapja. Ezzel együtt jár az is, hogy a mezőgazdasági munkák lezárultak, megkezdődött a téli pihenés. Gyakorta előfordult az, hogy ezen a napon fizették ki például a cselédeket, akik akár kaptak egy libát is a fizetségükön felül. És ugye nagyon sok helyen kötődnek hozzá, sőt országszerte kötődnek ehhez a naphoz a bőséges és gazdag lakomák, a régi szokáshoz hasonlóan, hogy a következő évben is bőséges termés legyen. Népi megfigyelések, időjóslások is köthetők az ünnephez. Ha havazott, enyhe telet vártak. Ha nem fagyott, kemény télre számítottak. Eső esetén szárazságra számítottak. De az emberek jósoltak a libák mellcsontjából is. Kicsi és barna csont, sáros esős telet, a hosszú fehér csont, havas telet sejtetett. Megfigyelték például azt, hogy ha esik az eső, akkor fagyjon már a napja után, majd pedig nagyobb szárazság. Megfigyelték, hogy ha jó az idő, akkor hideg lesz a tél. Tehát így próbáltak arra következtetni, hogy mi várható a következő hónapokban. Jósoltak a libának a csontjából is, a mellcsontjából, hogyha barna és rövid volt a csontja, akkor sáros és esős télre számítottak, azonban, hogyha egy hosszú fehér csontot találtak, akkor pedig havas telet jósoltak meg. A végére még egy érdekesség. Ismerősen cseng a püspök falat? Ennek forrása, hogy a Márton napon sült libából illet kóstolót vinni a helyi püspöknek is.
A Dunajvárosi Kovács Zsófia hivatalosan is átvette az Európai Tornaszövetségtől az év versenyzőjének járó díjat. Az Európa-bajnok magyar tornász a világbajnokságokon sérülés miatt nem tudott ott lenni, ahol egyébként az elismeréseket átadták, így a jelenleg Budapesten zajló technikai bizottság workshopján került erre sor. Az, hogy Kovács Zsófia lett a tavalyi év tornásza, idén nyáron jelentette be az Európai Tornaszövetség. A 2000 euróval járó elismerés átvétele után Kovács Zsófia következőket nyilatkozta. Hosszú hetek vannak mögöttem, amit a sérüléssel és a rehabilitációval töltöttem. Jól esett személyesen is átvenni a díjat. Sok ismerőssel találkoztam, mindenki gratulált, és további sok sikert kívántak. Nagyon jól esett a lelkemnek, mondta Kovács Zsófia. Mi is gratulálunk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.